Köszöntöm Önöket, az Érdi Városi Televízió híradóját látják. Megtartotta február havi ülését Érd megyei jogú város közgyűlése a Polgárok háza dísztermében. A képviselők 15 napi rendi pontot tárgyaltak, amelyek közül 2 sürgősségi előterjesztés volt, 2 pedig zárt ülésen vitattak meg. Az ülésről készült összefoglalónk következik. A közgyűlés februári ülésén elsőként módosították a város 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletet. Ez a szokásos lezárása az évnek. Gyakorlatilag itt pontosítják a számokat a pénzügyesek, és a közgyűlés pedig elfogadja, hiszen helyére kell, hogy kerüljenek a számok. Az ülésen továbbá az idei költségvetéshez kapcsolódva jóváhagyták a Városi Galéria pénzügyi tervét. A költségvetés elfogadásával a közgyűlés elfogadta a város költségvetését, ezen belül a galéria költségvetését, most a szakmai felosztásra került sor, zsűrizési díj, installálási díjak, stb. Tehát ami ahhoz kell, hogy minden egyes alkalommal, amikor egy kiállítás megnyílik, akkor megfelelő módon tudják várni a látogatókat. Az ülésen a február 22-én éjfélkor induló Érdi Rádió működéséhez szükséges döntéseket is meghozták a képviselők. Már minden feltétel rendelkezésre áll, a frekvenciát megkapta a rádió, most a helyet kell biztosítani, a helyhez viszont a helyi építési szabályzatot is módosítani kell, hiszen az az épület, amiben a rádió működni fog, jelen pillanatban közterületnek minősül, tehát a helyi építési szabályzat módosítása, és egyébként pedig a költségvetéshez szükséges pénzek is rendelkezésre állnak már a rádió működéséhez. A közgyűlésen a civil szervezetek támogatásáról is döntöttek. Az előző évekhez képest változás nem történt, már a keretösszeget tekintve 10 millió forint áll rendelkezésre. Ezen belül a különböző bizottságok egymás között felosztották ezeket az összegeket. A milliós tételtől a 800 ezer forintos tételig, attól függően ugye, hogy mely bizottságok területére érkezik a legtöbb pályázat, próbálták meg úgymond igazságosan felosztani a keretösszeget. Az ülésen egy háromoldalú megállapodás megkötésére is javaslatot tettek a Corvinus térségi integrált szakképző központtal és a Klebersberg intézmény fenntartó központtal. Ja, annak idején a törvény kötelezte az önkormányzatokat, a szakképző központokat arra, hogy létrehozzanak egy területi integrált szakképző központot, amin keresztül, mint egy közvetítő szerepet betöltve kaphatják meg a szakképzési hozzájárulásokat az intézmények. A törvény akkor előírta, most a törvény megszünteti ezeknek a szükségességét, így gyakorlatilag a vagyontárgyakat, az eszközöket kell a három oldalú megállapodás kapcsán a helyére tenni. Az önkormányzat a TISZK-től átveszi, átadja a szakképző központot üzemeltető kliknek, ami most jelen pillanatban ugye a Kós esetében Cegvédet jelenti. Az önkormányzat egy belügyminisztérium által kiírt pályázaton is indul, amely az óvoda felújítást támogatja. Sajnálatos módon ez már sokadik pályázatunk, hiszen eddig ez a pályázatunk nem nyert, óvoda felújításra pályázunk, igyekszünk a BM-nél pénzt nyerni arra, hiszen több intézményünkkel karöltve az óvodáink sem olyan állapotban vannak, hogy nyugodtan hátradőlhetünk. A tuszkulánumi Szent László téren lévő óvodánk felújítására pályázunk. Sajnos az elmúlt évben nem nyertünk. Most megismételjük a pályázatot, reméljük, hogy a keretbe be fogunk férni, és akkor a László téri óvi is meg tud újulni. 2000 férőhelyet kellene építenünk hirtelennyébe, tehát hogyha a törvény, amit most egy évvel ugye a hatályba lépését kitolták, életbe lép, akkor nekünk 2000 férőhelyet kell létesítenünk. A László téren a terület nagysága nem engedi meg, hogy ott bővítést hajtsunk végre, de mindenképpen az önkormányzatnak el kell gondolkodni, hiszen előbb-utóbb, és teljesen mindegy, hogy egy évvel vagy két évvel később lép életbe a törvény, de hogyha a 3 éves kortól való óvodába járatás életbe lép, akkor abban a pillanatban Érdre nézve 2000 férőhely kötelezettség jelentkezik. Ezt nekünk meg kell építeni, ehhez pénz kell, sőt, azt kell mondjam, hogy ehhez terület is kell, hiszen ugye megvannak adva a szabályok, hogy egy férőhelyre mennyi zöld felület, mennyi épületfelület kell, ezeket biztosítani kell. Jelen pillanatban nagyon kevés olyan területünk van a megfelelő helyen, hangsúlyozom, ahova óvodát tudnánk építeni. Tehát meg kell keresnünk és meg kell vásárolnunk azokat a területeket, ahol majd a későbbiekben óvodát tud létrehozni az önkormányzat.
Pulai Edina képviselő egy városi közlekedésbiztonsági nap és vetélkedő megszervezésére tett javaslatot, amelyet általános iskolás tanulók számára rendeznek várhatóan májusban. Igen, nagyon örülök, hogy ismét megrendezhetjük a közlekedésbiztonsági napot. Itt külön kiemelném és előre megköszönném a rendőrségnek, különösen Kürti István őrnagyúrnak a segítséget, illetve a polgárőröknek. Minden évben most már ez negyedik alkalommal kerül megrendezésre, a gyerekek nagy örömmel érkeznek. Szinte nem is kell változtatni a forgatókönyvön, már annyira bevált a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos kresszváltozás kérdések taglalása, aztán a nagyon várt rendőri karjelzések bemutatása, és utána a tesztkitöltése, ami értékes nyereményeket hoz magával, aki ügyesen megválaszolja a kérdéseket. Ez látható, és a gyerekek nagyon várják már, hogy nagyon örülnek ezeknek a nyereményeknek, és nagyon hasznosak is, hiszen a közlekedés biztonságával összefüggő tárgyakról van szó, és reméljük szép időnk lesz, és majd lehetőség lesz itt a főtéren a kerékpáros ügyességi versenyt, az aszfaltrajz versenyt is megrendezni, és hát elsősorban ugye a közösség feladata a leglényegesebb dolog, amiért ez megrendezésre kerül, hogy a gyerekekre vigyázzunk. Jön a nyár, a vakáció, tudják, hogy mit jelent az elsőbségadás tábla, hol haladhatnak, mit kell fölvenniük, hogy kell magukat kivilágítani. Az ülésen sor került továbbá a Fészek Egyesülettel kötött szolgáltatási szerződés módosítására is. Gyakorlatilag finanszírozási kérdésről volt ebben a szó. Ugye mi a Fészekkel régóta szerződésben állunk, ők biztosítják a férőhelyet a gyerekek számára, a körülbelüli férőhelyet, ami jelen pillanatban szükségesnek tűnik az érdi területet illetőleg, és ehhez, hogy ők folyamatosan készen álljanak az érdi gyerekek fogadására, ehhez ugye természetesen költségekre van szükség. Ezt kérték, hogy ebben az évben egy bizonyos százalékos növekedéssel fogadjuk el, hiszen akármennyire kicsi is az infláció, azért a költségek nőnek az ilyen otthonok számára. Ezt mi figyelembe vettük és el is fogadtuk, főleg azért, mert egy, elégedettek vagyunk a Fészek munkájával, kettő pedig tudomásul kell venni, hogy ők is pénzből élnek. A közgyűlésen tárgyalták az Érdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolót is. A törvény kimondta azt, hogy számba kell vennünk azt, nem csak hogy országosan, meg nagy szervezetek kapcsán, hanem helyi védettség alatt álló dolgokat vegyünk be a védettségi körbe. Ehhez helyi csapatot kell felállítani, hiszen ki ismerné jobban, hogy mit kell védeni, ha nem azok, akik itt élnek, és benne vannak régóta a közéletben. Megkerestük azokat, akik ebben kompetensek tudnak lenni. Ők gyakorlatilag beszámoltak a munkájáról, és tettek egy javaslatot is arra, hogy mit kellene helyi védettség alá venni és javasolni az értéktárba, mint érdi értékek megóvására érdemes épület, tárgy, növény, szokás és egyéb más ilyen dolog. A közgyűlésen két sürgősségi előterjesztést is tárgyaltak, az egyik a szennyvízszippantást érintette. Régóta küzdünk azzal, hogy az előző közszolgáltatási szerződés lejárt. Úgy néz ki, hogy a csatornázás előbb-utóbb azért be fog fejeződni, vagy befejeződött, csak a rákötések a későbbiekben ugye jelentkeznek. Tavasszal most már elvileg mindenki rá tud kötni. Innentől kezdve újra meg kell próbálnunk azt, hogy ezt a közszolgáltatást az új keretek között meghirdessük. Erre tettünk javaslatot, és határoztuk meg a műszaki paramétereket, hogy milyen körülmények között hirdetjük meg a közbeszerzési eljárást. Sajnos azért kellett, mert az eddigi kiírások sikertelenek voltak. Most, hogyha sikeres lesz, akkor nyugvópontra kerül a dolog, ha pedig nem, akkor kénytelenek leszünk valamilyen átmeneti megoldást találni, de hát reméljük, hogy most ebben az esetben megfelelő jelentkezők lesznek, akik megfelelő módon látják majd el a szolgáltatást. A másik sürgősségi előterjesztést Pulai Edina képviselő javasolta, amely a fehér akác és a magyar akácméz védelmét célozta. Tavaly történt egy javaslat az Európai Bizottság részéről. Előterjesztették egyes nem őshonos fajokról az Európa Tanács elé,
és ez a javaslat veszélyeztetné a magyar akácmézet, illetve magát az akácot, mint növényt. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok magyar ére, nem csak gondolom, hanem egyértelmű, hiszen nagyon komoly nemzetgazdasági tétel, exportcikk a méz, illetve nagyon egészséges. Nagyon sokan élnek a fából magából, illetve a termelésből is. Tehát mindenképpen össze kell fogni, és meg kell védeni mind az akácot, mint növényfajt, illetve a mézet is. Ezért értem a tisztelt közgyűlés elé azzal a javaslattal, hogy terjesszük fel a Magyar Értéktárba mind a növényt, mind a termést, és így a Hungarikum Bizottság nyilvánítsa Hungarikummá a mézet, illetve esetlegesen a növényt is. Ezzel meg tudjuk menteni nagyon sok ember megélhetését, és hát a további exportot is, hiszen a térségben mi állítjuk elő a legkiválóbb akácmézet, és akkor még nem beszéltünk a méhek komoly szerepéről sem. Komoly meglepetést okozott, hiszen elég komoly vitát generált ez az előterjesztés, és nem is gondoltam, hogy ennyire fogja érdekelni a testületet, illetve ilyen aktívak lesznek. Volt olyan javaslat, hogy csak a mézet terjesszük így fel, hogy Hungarikummá legyen nyilvánítva, magát a növény, tehát az akácot ne, de végül együttesen a többség úgy döntött, hogy mindkettőt próbáljuk meg. Én úgy gondolom, hogy nem szabad magunkat hagyni, ami a miénk, azt meg kell védeni. Ugyan nem őshonos az akác maga, hiszen az 1700-as évektől telepítették eleink ezt a növényfajt, sok helyen felelhető Európában, de az erdő, az akác erdő fele az itt található, és hát itt a leglényegesebb dolog a megélhetés, tehát a méztermelők, illetve akik a fával dolgoznak. Olai Edina úgy gondolta, én osztottam az ő véleményét teljes joggal, én is úgy gondolom, hogy ha folyamatosan bürokratákra bízzuk azt, hogy milyen környezetet teremtünk magunknak, akkor csak fiókok lesznek meg asztalok, és végig kell gondolni. Természetesen megfelelő szabályozással, de az, hogy mondjuk eljussanak odáig, hogy kötelezzenek minket arra, hogy az akácot, mint olyat tüntessük el Magyarországról, mert nem őshonos, ezt nem szeretnénk. És úgy látszik, hogy többen úgy gondolták, hogy ezt a harcot érdemes elkezdeni, már csak azért is, mert szerintem amióta az eszünket tudjuk, és kimegyünk a magyar vidékre, látjuk az akácot körülöttünk, és nagyon furcsának találnánk, hogyha egyszer csak valamilyen oknál fogva elkezdenék írtani. Másik pedig, ugye én a vita során azzal érveltem, hogy az meg furcsa lenne, hogyha a magyar akácmézet védjük, de az akácot, amiből a méhek végül is összehozzák ezt a nagyon értékes terméket, azt meg elkezdenénk írtani. Az ülésen elfogadták az egyes bizottságok és részönkormányzatok 2013. évi beszámolóját. Zárt ülésen pedig városi díjak odaítéléséről és a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról döntöttek a képviselők. Domonkos Béla Érd díszpolgárának 80 éves születésnapjára nyílik tárlat a szobrászművész életművéből az Érdi Városi Galériában február 21-én pénteken. A kiállítás reprezentálja a művész pályájának legfontosabb szakaszait, a portré szobrászattól a kis plasztikáig, mintegy 50 alkotással, tudtuk meg Kéri Mihálytól, a galéria művészeti vezetőjétől. Domonkos Béla tőzsgyökeres érdi művész pályáját Pálcai Pál Kossuth díjas szobrászművész irányításával kezdte. Számos köztéri szoborfém jelzi munkásságát Budapesten és az ország számos városában. Érden nevéhez fűződik a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében kialakított szoborpark, ahol a magyar földrajzi felfedezők legkiválóbbjainak portrészobraival találkozhat az érdeklődő. A holnapi kiállítást dr. Kubasek János, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója nyitja meg. Pénteken víradóra ismét sok lesz felettünk, ha felhőbe borul az ég, az ország középső tájain egyre több felé eredhet el az eső. A gyenge mérsékelt szélben 0 és 7 fok közé hűl a levegő. Napközben a keleti-délkeleti tájak kivételével több felé várható gyenge eső. Megélénkülhet a délkeleti szél, a legmagasabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul. Az Érdivárosi Televízió híradóját látták, adásunkat megnézhetik a www.érdhiradó.hu internetes oldalon, és köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!